Szeptember 16-án sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumot tartott Kalocsán a Demokratikus Koalíció, amely során a jelenleg zajló népszavazási kampánnyal és a migráns kérdéssel kapcsolatos véleményüknek adtak hangot. Az Európai Bizottság elnöke Niedermüller Péter képviselő úr kérdésére adott válaszában megerősítette azt, hogy semmilyen kötelező érvénye nincsen az Európai Unió szerveire egy ilyen népszavazásnak, hiszen az Európai Unió a szerződések alapján működik, az Európai Unió az a saját maga által alkotott joghoz ragaszkodik, és ehhez a joghoz Magyarország is a beleegyezését adta akkor, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz. A baloldali pártok úgy gondolják, hogy ezeket az uniós szabályokat nem lehet egy népszavazással felülírni. Éppen ezért arra kérik a magyar embereket, hogy október 2-án maradjanak otthon. Nagyon világossá kell tenni azt, hogy Orbán Viktor nem teheti meg azt Magyarországgal, amit éppen akar. Nem játszadozhat velünk kénye kedvére, nem hitetheti el velünk azokat a hazugságokat, amikről az előbb beszéltünk, nem vehetünk ebben részt. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a népszavazás, ez vereséget fog jelenteni a kormánynak, nem lesz érvényes ez a népszavazás, utána persze lehet majd mondani, hogy volt 3 millió szavazó, aki mink ránk szavazott, de a dolog lényeg az, hogy ez a népszavazás nem tud érvényes lenni. Az ellenzéki pártok tájékoztatóiról készült összeállításunkat a mai 19.30-kor kezdődő Staféta című magazinunkban tekinthetik meg.